Na hát ezt kell így elfűrészelgetni, és akkor ezt egy ilyen darabot, ami nagyjából olyan 60-70 kiló, kell föltenni a vasítógépet. Évente nagyjából 350 erdei köbméter fát vásárolt az önkormányzat helyi rászorulóknak. Mivel Szekszárd nem számít kis településnek, ezért ehhez nem kapnak állami segítséget. Ezt eddig nagyjából 13 millió forintból tudták megoldani, így összevágott és hasogatott tüzelőt szállítottak ki az érintetteknek. Most viszont a legolcsóbb ajánlat, amit kapnak, ennek közel négyszeresébe, 39 millió forintba kerülne. Ha méterében kérnék a fát, nagyjából ugyanannyit tudnának adni, mint korábban. Úgy tűnik, hogy elérhetetlen. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt javasolta a csütörtöki közgyűlésen, hogy természetbeni juttatás helyett segítse a város készpénzzel a rászorulókat. Hogyha odaadjuk a pénzt, akkor ezen tudnak venni fát maguknak, sőt addig tudnak venni fát minél előbb, amíg nem lesz akkor a hiány esetleg belőle, vagy bárhonnan, a szomszédtól, akárkitől, akinek van. Az éjjel Szekszárd ellenszavazatai miatt viszont most olyan döntés született, ami mindenképpen meghosszabbítja azt az időt, amíg a rászorulók hozzáférhetnek a város támogatásához. A képviselők többsége úgy szavazott a Fidesz kezdeményezése ellenére, hogy az önkormányzat újra tárgyalja a témát október második felében. Azt a döntés hozták, hogy hozzuk vissza ismét a rendeletet, és vizsgáljuk meg, hogy készpénzt vagy utalvány formájában kapják meg a rászorulók a juttatást, és akkor minden rászoruló majd készpénzért vagy utalványból vásárolhatja meg hatósági áron az erdészettől a tűzifát. Vagyis a rászorulóknak októberben még egészen biztosan várniuk kell a város segítségére, hogy végül milyen módon juthatnak hozzá a támogatáshoz, arról a tervek szerint október 20-án születik döntés.